Ugyan mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem. Máté Szalka után Kisvárdán is felsőoktatási képzéseket indítanak. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá az intézmény kampuszán. Ennek célja, hogy helyben képezzük a térségnek a magasan kvalifikált szakembereit. Tulajdonképpen három alapszakon, az edző, a sportszervezés és a gazdálkodás menedzsment alapszakokon jövőre elkezdjük a kihelyezett képzéseinket. Ehhez az egyetem biztosítja egyrészt az oktatói állományt, a Neptun használatot, könyvtár használatot és tananyagokat, illetve hát ez az együttműködés lehetővé teszi azt is, hogy a jövőben közös pályázatokban, kutatásokban részt vehessünk. Az egyetemet Kisvárda önkormányzata és egy ottani sportegyesület kereste meg, mivel a közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozásával az a cél, hogy azoknak is lehetőséget biztosítsanak a továbbtanulásra, akik az ország hátrányos helyzetű régióiban élnek és településük közelében nincs ezt szolgáló intézmény, a Nyíregyházi Egyetem örömmel mondott igent az együttműködésre. A megszerzett versenyképes tudás a kisvárdai és környékbeli fiatalok helyben maradását és magas színvonalú munkavégzését, ezen keresztül pedig a gazdaságfejlesztést is segítheti a jövőben. Az induló szakokra pedig van kereslet a térségben. Egyre inkább épülnek a cégek, fejlődnek, és ehhez nyilvánvalóan kellnek a gazdasági szakemberek. A másik oldal pedig hát van egy nagyon komoly sportélet a városban, megfelelő infrastruktúrával, oda új szintén kellnek, hogy tovább tudjunk lépni, és hogy legyen egy olyan utánpótlás nevelés, ami hosszú távon biztosítja az élsportot. Kisvárdán több mint 4000 középiskolás tanul. A cél, hogy közülük minél több fiatalt vonjanak be a jövő ősszel induló felsőoktatási képzésekbe.